Civil szervezetek képviselői az egyik oldalon, sajtómunkások a másikon, az egyik pécsi vendéglátóhelyen. Itt 3-3 percet kapott mindegyik szervezet, hogy a különböző orgánumoknak bemutassák elképzeléseiket. A civil szervezetek vállalják, hogy lebonyolítanak egy adománygyűjtő kampányt meghatározó keretek között, abban a témában vagy azzal a célral, amit ők szeretnének kijelölni, és mi azt vállaltuk az Emberség Erejével Alapítványtól, hogy ezeken az adománygyűjtő kampányokon befolyt összeget, amennyiben sikeresek, megduplázzuk. Ez az esemény pedig azért jött létre, hogy támogassuk ezeket a szervezeteket abban, hogy az adománygyűjtő kampányaikra fel tudják hívni a nyilvánosságnak és az újságíróknak, a sajtómunkatársainak a figyelmét. Különböző célokat szeretnének elérni a pályázók. Például a Balaton egyik városából, aki állatmenhelynek a támogatására van segítséggel élők életét segítő szervezet is, aki itt a pályázók között van. Van olyan, aki egy közösségi rádiónak az elindítását szervezi, van, aki színházat, oktatási jellegű színházat valósít meg, úgyhogy nagyon sokszínű és sokrétű pályázókhoz van szerencsénk. Az adománygyűjtő kampányuk is többféle. Van, aki netes felületen hirdet, de akad olyan is, aki tombolát szervez támogatóinak.